Sziasztok lányok, jaj! Annyira vártam már, hogy végre elkezdhessem ezt a videósorozatot, hogy most meg nem bírok nekiállni. Nem találtam meg a helyszínt, hogy hol lenne mégis ideális, egyik helyen túl világos van, másik helyen túl sötét van, a harmadik hely nem tetszik, úgyhogy mindegy, itt, ahogy vagyok az ajtó előtt, itt belevágok. Szóval amikor ti ezt a videót látjátok, akkor mi már nyaralni vagyunk. Szerettem volna a vlog hétre egy kicsit felkészülni, de mivel ez egy ilyen nyaralós vlog sorozat lesz, ezért nem tudok túlzottan rá felkészülni, mármint hogy előre elkészíteni a videókat. Kivéve az első kettőt, az elsőben ugye, amit tegnap láthattatok, ugye elmondtam, hogy nagyjából mi az, amire pénzt szántunk a nyaralással, mi az, amit fontosnak tartottunk, hogyan csináltuk. Ha esetleg nem láttatok, akkor kukoljátok meg. És akkor a mai videóban pedig pakolunk, csajok! Most el fogom mesélni, hogy mi az a pár dolog, amit vettünk, amit itthonról viszünk, meg hasonlók, és ma péntek van amúgy, és holnap reggel indulunk a Balcsira, Balatonberénybe konkrétan, úgyhogy lassan előszedem a bőröndöket, meg hasonló. Ma még kell egy pár dolgot csinálnom, úgy gondoltam, hogy ami itthon van szennyes, azt mindet kimosom, mert abban még benne vannak a gyerkőcöknek egy pár olyan ruhá, amit nagyon szeretnek, meg az én ruháim között is van olyan, ami koszos volt, és szeretném vinni, úgyhogy most kiürítem a szennyes tartót, nem fogunk itthonról úgy elmenni, hogy teljesen üres legyen, mire hazajövünk, mert a gyerekeknek az óvodás dolgait ma fogom hazahozni, és azokat már nem hiszem, hogy ki fogom mosni. Meglátom, mi fér az estében, mert ugye amúgy meg vasárnap fogunk hazajönni, és utána hétfőn már a nyári ovi kezdődik. Úgyhogy ahova szintén ágyneműt meg minden kutyatúrot kell vinni, úgyhogy meglátom. Jaj, olyan izgatott vagyok, csajok, hogy el nem hiszitek. Én azt hittem gyerekként, hogy csak a gyerekek várják ennyire a nyaralást, aztán rájöttem felnőttként, hogy baromira nem. Én ugyanúgy várom, sőt, lehet, hogy még jobban, mint a gyerekek. Úgyhogy ja, most reggel 7:30 van, és a mostani tervem az az, hogy teli van még kint a balkonon az epres kaspok eperrel, és leszedem, hogy ne maradjon itt, mert hát ugye csak megrohadna. Úgyhogy most szedünk egy jó nagy tál epret, amit megeszik Nini reggelire, a nagyok már oviba, a férjem dolgozik, és utána 9 óra körül elviszem anyósomat bevásárolni a Kauflandba. Ott még veszek egy-két olyan dolgot, mint hasább krumpli, meg fagyasztott hal, az lesz a mai ebédünk, vacsoránk, mert teljesen kiürítem a hűtőt, tehát teljesen idézőjelben, nem teljesen, de hogy nem maradjon semmilyen főtétel benne, és ugyanígy kiürítsük a zöldséges részleget, meg a gyümölcsös részleget is, szóval nem szeretnék itt hagyni abszolút semmit, ami ilyesmi, hiszen 8 napra megyünk, úgyhogy annyit nem bírnak ki úgyse semmi, szóval a hűtő nyilván menni fog, mert benne van egy csomó olyan dolog, akár gyógyszerek, akár ketchup, majonéz, ilyen dolgok, amik még úgymond vannak. Úgyhogy vágjunk is a napba, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Valószínűleg ez egy hosszabb kimenetelű vlog lesz, hiszen egy csomó dolgot fogok pakolni. Egy csomó dologról szeretnék még beszélni, megmutatni, hogy mi az, amiket vettem esetleg. Fürdőrucit, kalapot, gyerekek mit vettek. A nagyfiamnak most idén először már megyek, szóval később elmesélem. Na, itt vagyok, csak közben el kellett vinnem mosdóba a kicsit. Szóval a nagyfiamnak ballagása volt, és most már kapott zseppénzt, tehát nem zseppénzt, hanem most már ugye azért ő 7 éves lesz, és szeretném, hogyha megtanulna azt, hogy ő is vehet magának ezt-azt, szeretném egy kicsit. Mindegyik gyerkőcnek van nálunk egy ilyen kis saját perseje, de eddig soha nem... Hát nem a sajátjukat vitték, mert én még kicsinek láttam őket hozzá, és most meg már a fiamnak is a kis gyűjtött pénzét beválthatta, és nagyon aranyos volt, mert a saját összegyűjtött pénzén vett a tesóinak is napszemüveget a nyaralásra, nem csak magának, vette a két tesójának is vízipisztolyt, szóval mondtuk, hogy ő igazából nagyon szeretett volna Siófokra menni, mert ott lehet bérelni ezeket az elektromos autókat, de mondják, hogy Fonyódon is van, remélem, hogy lesz is, mert ő abba szeretne beleülni, és akkor megbeszéltük, hogy igen, de hogyha magadnak veszel valamit, akkor kell a tesóknak is, szóval nem azért, mert én nem tudnám neki megvenni, hanem szeretném, hogyha egy kicsit elkezdené tanulgatni azt, hogy neki is van egy kis sajátja, amit be kell osztani, és erre-arra gyűjtögetni, és régóta azt mondja, hogy ő a saját kis zseppénzét ennek az autónak a kipróbálására szeretné fordítani. mi egy pár évvel ezelőtt igen, Nini még nagyon kicsi volt, akkor mikor Siófokon nyaraltunk, akkor megengedtük neki, hogy menjenek ezzel az autóval, igazából fél óra szokott 2000 forint lenni talán, vagy 1500, nem tudom. Na mindegy, és azóta mindig mondja, hogy még egy másik autót is szeretne kipróbálni, nem csak azt, amiben akkor ült, a lányom pedig szeretne kipróbálni egy ilyen robogót, ez is ilyen elektromos robogó, úgyhogy azt mondta, hogy ilyenekre szeretnék költeni a zseppénzét, úgyhogy nagyon aranyos volt, majd bevágom nektek a vízipisztolyokat, amit vett, szemüvegeket vett a tesójának, szóval elmentünk együtt a Kikbe, és akkor, hogy ne ott kelljen megvenni, úgymond sokkal drágábban a Balatonon ezeket, ezért megvettük itt pár száz vagy pár euróért, úgyhogy ja, na, vágjunk bele, kezdődjön az eperszüret, aztán elvisztük a mamát a Kauflandba, ott nem fog kamerázni, de hogyha hazaértünk, akkor még jön át a barátnőm, mert még a nyári óvit tegnap átutaltam, amit át lehetett, viszont a többire a kajapénzt azt borítékozva kellett, ilyen 6 hét lesz nyári szünet, és akkor 6-szor 8,25 euró így zacskóba kellett tenni, és neki volt aprója, úgyhogy elzacskózta nekem, én meg átutaltam neki a pénzt, úgyhogy ezeket még el kell, hogy rendezzem, sőt az Éva barátnőm is itthon van ma, úgyhogy egy kicsit zsúfolt lesz, de megpróbálok nektek minél több részt felvenni. Na, közben csinálnak egy kis reggelit, virsli lesz, nézzétek meg, hogy tényleg ilyen szinten kiürítettük a hűtőt, itt van 4 darab tojás, ez a szóda, amit így napi szinten iszogatunk, 1,5 liter tej, hát egy fél üveg bor, ez még a papabora, úgyhogy ezt ilyen kincsként őrizgetjük, pár darab ilyen kis szósz, illetve a gyógyszerek alul, meg egy-egy ilyen majonéz, borka, icipici parézer, ez még a mai vacsi lesz, egy pici sajt, úgyhogy tényleg kiürítettük az egész hűtőt, a fogyasztóban is körülbelül ennyi cucc van. Na, és ráadásul közben írta a tulaj, mármint a nyaralónak a tulajdonosa, hogy nem lesz lent most a napokban, úgyhogy jó lenne, hogyha átutalnám neki a többi összeget, ugye, ami még, mert ugye a foglalót azt elutaltuk, de még van hátra ugye a 80%-a, hogy a költségnek, már mind a nyaralónak a díja, viszont nekem nincsen magyar számlaszámom, és valószínűleg el kell mennem a Magyar Komáromi Tesco-nál van Erste Bank, úgyhogy oda be kellene mennem még ma, úgyhogy lehet, hogyha a mamát elvittük bevásárolni, és csak az a helyzet, hogy fagyasztósat akarok venni. És mivel látjátok, folyik rólam a víz, pedig fél 9 lesz 5 perc múlva, és annyira dögmeleg van, hogy nem lehet kibírni, szó szerint azért nem vagyok kisminkelve, semmi, tényleg. Szóval nem nagyon akarom a fagyasztósat se hagyni, szóval nem is tudom. Nem tudom, mikor tudnák átmenni, mert ugye a tulajjék pedig csak szerdán jönnek. Szóval lehet, hogy lesz még egy olyan utunk, de lassan pakolunk, szóval nem akarom csacsogással eltölteni, mert akkor olyan hosszú lesz ez a vlog, hogy az csak na, reggelizünk, aztán megyünk egy kicsit kauflandozni, aztán jelentkezem később. Édes kis, hogy így kereszt anyunak, majd szája szeret. Na csajok, fél 11 van, anyósommal már bevásároltunk, elbúcsúzott a néni is tőle, aztán jött az Ildikó barátnőm, megcsináltuk még a dolgunkat, beraktam a harmadik adag mosást, és most elindulok az Erste Bankba, hogy betegyem a tulajnak a pénzt a számlájára. Egy az, hogy nem is szeretném, hogy szerdáig nálam legyen. Ha én hagyom el, az mégiscsak az én felelősségem, és képzeljétek el, hogy holnap ugye reggel megyünk, nagyjából szerintem 9 óra körül. Mondtam a férjemnek, hogy mire hazajönnek, addigra nagyjából bepakolok, hát képzeljétek el, hogy 10 óra 40 perc, és még semmi nincsen elpakolva, szó szerint semmi. Úgyhogy... egyetlen egy dolog van, amit elraktam, a chipset, mert ugye azt napok óta gyűjtögetem ott a konyhapulton, mert a chipses tárolóba már nem fér be, úgyhogy nagyjából ennyi van, ami el van pakolva. Tessék, kicsim! A Magyar Tesco-ban, Erste Bankban, jó? Erste Bankban. Aztán szerintem hoztam egy kicsi hasábot, meg harudat vacsira, hogy a gyerekeknek, meg a férjemnek azt fogok csinálni, mert már ugye semmi kaja nincs, viszont lehet, hogy én meg bemegyek most a... Magyarban van olyan Komáromba, hogy New York gyrosz, és baromi finom a gyroszuk, akkora adag, hogy kettőnknek szerintem ninivel bőven elég, úgyhogy... úgyhogy szerintem az lesz a terv, hogy... hogy ott kajálunk egyet, aztán meg felhívom Éva barátnőmet, hogy merre van, aztán tényleg nekiállok most már pakolni, mert... csajok, egyik nap előkerestem a úszógumikat, meg ilyeneket, de ki se próbáltam, hogy esetleg melyik az, amelyik ki van lyukadva, vagy valami. A balkarról is el kell tenni a szivacsokat, ha esetleg jön valami nagyobb vihar, akkor nehogy gondja legyen, meg kell öntöznem az orchideáimat, hogy az kibírja, 8 napig még nem leszünk itthon víz nélkül, meg hasonló, úgyhogy lenne még egy pár dolgom. Fú, csajok, baromi meleg van. Eljutottam odáig, hogy előszedtem a bőröndöket. Emellé még jön egy csomó ilyen ramagy Tesco szatyor. 3-12 van, Nini elaludt. Jön át a barátnőm, és fogunk rendelni valami kaját. Nem ettünk a Tesco-nál, mert Nini még nem volt éhes, úgyhogy ő evett itthon egy csomó. Na, hát nem bírok ma beszélni. Szóval nem ettünk a Magyar Tesco-nál, mert Nini még nem volt éhes, evett itthon egy csomó chipset. Jön át Éva barátnőm, rendelünk valami kaját, mert nincs itthon már semmi. Nini addig alszik, mire, mikor felébred, akkor neki sütök ki hasábot, és nekiállok mindjárt pakolni. Hát lehet, hogy erre most már csak délután lesz lehetőségem, mert most már nem láttam fél éve a barátnőm, nem fél éve, de egy jó pár hónapja. És pont ma jött haza, úgyhogy úgy döntöttem, hogy az fontosabb. Elpakolni igazából bármikor tudok, úgyhogy ez lesz ma a lakásunk éke. Na csajok, most jön az a rész, már a saját ruháimat nagyjából elpakoltam, hogy megmutatom, hogy mit szereztem be. Elsőnek is egy ilyen fürdőrucit, ami 2 részes, külön van a bugyingója. Mutattam Instagramon róla fotót, és hozzászereztem egy kalapot. Engem soha az életben nem láttatok kalapba, hát idén fogtok. Aztán amit még vettem a nagy strandolásra, az a strandtáska. Általában minden... Mit csinálsz, kisfiam, a széken? Minden strandtasim rózsaszín volt, és a férjem sose cipelte, mert hát, hogy ő rózsaszín biztos, hogy nem fog. És ennek az egyik fele csak kék, úgyhogy nyugodtan cipelheti ő is. És ebbe fogjuk beletenni a gyerekeknek a cuccait. És amit még el akartam nektek mondani, ja, hogy a mostani nyaralásunkat ilyen szelektálással kezdtük, hogy felhoztuk a pincéből az összes homokozós játékot, mindjárt teszek ide be nektek képet, és kiválogattuk, hogy mi az, amire szükség van, mi az, amire nem. Az összes vízipisztolyt átnéztük, hogy melyik működik, melyik nem. És amelyik nem, azokat kilikvidáltuk, amelyik játékok nem kellettek nekik, azt levittük a játszótérre a gyerekeknek, hogy akkor ott közösen tudjanak játszani. És aztán ugye utána pedig rájöttünk arra, hogy van a pincében egy csomó olyan dolog, amit abszolút nem használunk, mint például a sátrak. Amióta gyerkőcünk van, azóta egyszer se voltunk sátorozni, mert hogy mert egyszerűen 3 gyerkőccel én nem tudom elképzelni azt, hogy egy kempingbe legyünk. És hál' Istennek meg is tehetjük azt, hogy egy apartmant bérelünk most már, úgyhogy eladtuk a sátrakat, aztán rájöttünk ezen által, hogy a biciklik se kellenek, mert azt sem használtuk, úgyhogy nekiálltunk ilyen jó nagy szanálásnak. A görkorim kényelmetlen volt, úgyhogy gyakorlatilag a pincét így kiürítettük, és eladtuk az olyan dolgokat, ami tényleg úgy éreztük, hogy felesleges. Aztán volt egy pár olyan dolog, amit viszont szerettünk volna, és akkor ezek már le is kerültek fele az autóba, mint például a nagyfiam vett ugye napszemüvegeket, egy kis vízipisztolyt, meg hasonló, és ezeket mindjárt le is vitte a férjem az autóba, úgyhogy ezek 2 napja várják, hogy elinduljunk végre. Ja, és mit akartam mondani? Hogy szeretnék még készülni ott egy kis ilyen társasjátékkal, úgyhogy itt van a mi kis... Ja igen, közben itt a Borosocsi a tévében. Azt nézzük, vagyis hallgatjuk. Szóval ez a DateBox kártyák, ez lesz az egyik, amit viszünk magunkkal. Szeretném majd egy következő videóban megmutatni nektek, mert ajándékba kaptam ezt a kártyacsomagot, és imádtuk. Emellett nekünk több olyan kártyánk, vagy társasunk is van, ami egy kicsit ilyen kapcsolatépítő. Aztán van ilyen például, hogy páros játszma, ezt is lehet ketten játszani, és ez se ilyen plusz 18, ez tovább itt is ilyen kérdések vannak. Viszont talán, ha jönnek a tesómék, akkor ők hoznak egy activity-t, úgyhogy szerintem most csak ez a dateboxos kártya fog bekerülni az én csomagomba. Egyik este játszottunk vele a férjemmel a születésnapján, és annyira jól sikerült, annyira jó kis kérdések vannak benne, hogy megmutatom majd nektek nyaraláson, hogy elaludtak a gyerekek, akkor egy kicsit majd fogunk vele játszani a férjemmel, és ezt bemutatom nektek, mert imádom ezt a játékot. Na, ez bizony még tavalyi, ez direkt olyan, amit le tudunk tenni ott a strandon a földre, és tudjátok, ilyen... Ez egy ilyen nagy pokróc helyett, mert ezt csak lerázzuk és kész. Aztán itt vannak a gyerekeknek is az úszógumi, legalábbis 2-3. Tegnap ezeket előkerestem. Hey! Ugye nem nyomtad ki, gyerekem? Tényleg? Mutassam ezt is meg. Naptej, igen. Ha valaki nyaralni megy, ne felejtse itthon a naptejet, jó? Beletesszük majd a szagyorba. De meg akarod szagolni? Igen. De nehogy megint kinyomjuk. Oh. Ne. Oh! Ez nem vicces, Macika. No, nem. De most azért nyomtad ki, hogy kenyemre, de hát most nem megyünk napozni. Nem baj? Nem baj. Oh. Csajó. Hashtag gyerekkel az élet. Na, és hova kenjem rád? Igen. Na, hova kenjem, gyerek, kezecskédre? Majd a hátadra. Na gyere, betelnek. Na legyen a rajtó! Zöldikjéknek, Hárok Gráciának és mindenkinek, hogy érted akinek is. Jaj, jaj! Te vagy az ő életed, már rég a minden elvitett, álmodó át az életed. Érzem újra minden már. Életem magam. Szervetjában feltűnő vagyok. Nagyon tudom. És a lesbelem egy száma, áldozatra várom. Szinte fel van az előtted, hogy jaj, de valahol messze véred. Örökös napsütésben. És hogy minden valószám. Tényleg csinálj meg a szállapőrkért járó latinóba. Jaj, na csajok, a lányom cuccai elrakva, a fiam és az én cuccaim elrakva, igazából behányva ide. törölközők, papsitörlő, mosópor, úszógumik, meg ez a bigyó, hát na. Most mondhatnám, hogy sima ügy ez a pakolás, de kell mennem az oviba a nagyokért, és ott összeszedni az összes cuccukat, amit ugye most már hoznak haza. Fú, csajok! Akkor jön egy csomó táska ugye haza, mert az összes ágynemű húzat, a váltócipő, a torna, cucc, a minden. Úgyhogy ha most itt kupi van, akkor szerintem egy órán belül itt dupla ekkora kupi lesz. Na mindegy, hazajön a férjem, és apránként elkezdi lehordani a bőröndöket, és ott, hely, Ninike, ne állj arra! Nézzétek meg, mit csinál! Ne állj oda! Fölmászik így a babakocsirán, no! Máma elemében van a gyerek. Elpakoltam a fűszereket, elpakoltam a piákat, meg a chipsek ugye el voltak pakolva. Még annyi dolgom lenne, csajok, és nézzétek meg, hogy folyik rólam a víz, és hát ne tőlem tanuljatok pakolni, mert nem tudom kinél, hogy megy, de bepakolok egy táskát, és kettőt kipakol. Na, na. Na lányok, elindulunk egy ovijáratra, 3 óra 6 perc van, összeszedem a két nagyobb gyerkőcömet, és akkor ma kezdődik a nyári szünet. Ja. Anna, tessék? Igen, ott van majd adok, jó? A nagyfiam eléggé válogatós a ruhákba. Vagyis hát itthon is akármit kiteszek, azt tudni, hogy nem jó, úgyhogy szeretném, hogy ő ott lenne, amikor rakom el a ruháit, mert különben nem fogja csak azt a 2 szem cuccot felvenni, ami számára megfelel, és akkor folyamatosan sikálhatom a cuccait. A lányom, ő full nem ilyen kényes, ő tényleg, hogyha kiteszem, azt mondom, hogy ebben csinos vagy, akkor azt úgy megérti, és nem varjál rajta, pedig általában a kislányok szoktak egy kicsit úgy jobban nézni a ruhákon, na hát nálunk ez pont fordítva van, úgyhogy őt megvártam a pakolással, mert neki tényleg még az alsógatyában sem mindegy, hogy miért vesz fel. Hihetetlen, tisztára, mint az apja. A férjem is ugyanilyen, brutálisan válogatós. Én azt hittem, hogy a férjemnél válogatósabb nincs így ruhák terén, aztán rájöttem, hogy de van. És amúgy most egész jó idő van, 29 fok, úgyhogy jó lenne még egyet a gyerkőcökkel kimenni a játszótérre is délután. Meglátom, hogy mire futja a mai időnkből, úgyhogy lehet, hogy még az is meg lesz, és ugye nagyon sok mindent holnap reggel kell bepakolni, mint mondjuk a fogkefét, a fogkrémet, a mit tudom én, az alvókájukat, az éjszakai világító fényeket, meg azt a kis kutyust, ami énekli az altatódat, meg ilyen a hintát, ezeket mindet muszáj, hogy holnap reggel rakjuk be, mert ezeket még éjjelre használják a gyerekek, úgyhogy azokat csúszik le a tartóm. Úgyhogy azokat nem tudom most elpakolni, hiába is szeretnék mindent, de csináltam egy külön papírt arra, hogy még reggel mi az, amit el kell intézni, az összes szemetet levinni, meg hasonlók, szóval arra is van egy jó kis listám. Ennyi. Ez a pálinka lesz nekünk a mai segítségünk, hogy el tudjuk pakolni a maradék millió cuccot. látom, hogy a férjem még nem volt a Balatonon, és már most milyen piros, látjátok? El van égve. El van égve, igen. Van rajta egy póló, akkor is, ha nincsen rajta póló. Itt a vállánál. Ugye? No, ne, tényleg az ne, az a falára van. Az fáj. Ez nem, ezt nyomogathatod, aznak mindig. Ez nagyon fáj. Maszki, te csak ezzel a felével dolgoztál, a másik? Látod, mi a különbség? Látom. El van égve az a bőr. De miért csak ezt a kezedet használod, azt nem? Hát így betétem. Így vágtam, jelenleg meg a gépet, ahogy fogtam, így és ide tűzöttem. És valószínűleg a nagyobb az volt, hogy itt koszos lett nagyon, olajos, és én megfogtam egy rongyos, és ledörzsöltem róla óra. Ja. És aztán mentünk ki a tűzőnapra dolgozni, valószínűleg azzal csesztem el, hogy ott tényleg én már előtte jól megdörzsöltem a bőrömet, és akkor kezdtem így Én is szeretlek! Ezt akarom látni, bocsi, bocsi. With the grandma. Nagyon lassan bedek. Nagyon lassan. Jaj! Jaj! Na lányok, nagyon hangzavar van megint nálunk, de este 4-8 elmúlt, pakolok ki a mosogatógépből, mert még holnap rá fogok indítani még egy adagot, amit ki fogok szedni reggel. És egy másfél órát lent voltunk a játszótéren, a férjem kipakolta nagyjából a dolgokat a nappaliból, úgyhogy majd holnap megmutatom az indulás pillanatát, és akkor a következő vlogban pedig láthatjátok az utat, illetve az odaérkezésnek a momentumait, legalábbis abból egy pár részletet. Úgyhogy megköszönöm, hogy velem tartottatok ma, hát remélem, hogy érdekes volt. Nagyon fárasztó napom volt, még vár rám egy szörtelenítés, egy hajmosás, 3 gyereknek az elaltatása és vacsoráztatása. Úgyhogy ez van. Köszönöm, hogy itt voltatok. Csókolak, sziasztok! Hát megmutatom nektek, mit talált a férjem az egyik paradicsomlevélen, gyerekek. Én meg ilyet sose láttam. Ekkorák a paradicsomaink, és ha megnézitek, akkor vannak rajta brutál nagy paradicsomok. Oda nézzetek. Na de nem is ez a lényeg, hanem megmutatod, mit találtál. Oda leraktam nekem. Oda nézzetek. Láttatok már ilyet? Nem fókuszál rendesen a kamerám, de hogy rendesen petéket raktak, ezek még tettük? Gyerekek, én ilyet még sose láttam. Az úgy néz ki, mintha nem a paradicsomra pályáznának, hanem magára csak, hogy oda raktak valami petéket. Hallod? És milyen szép gömbék, nézd meg azokat a gömböket, hogy néznek ki. Hát undorítod, de gyerekek, a teniszlabda nincs ennyire gömbölyű. De szép gömbök, fölnagyító. Oda nézzetek, lefényképezte a férjem, mutasd meg a levelet, hogyha rákicsinyítesz. Nem tudok rákicsinyítani. Itt van, erről beszélünk. Aha. Csajok, oda nézzetek. Baszki! Én itt meg sose láttam. Hihetetlen. És mindez ez. Óra 4 perc. És hogy ment a pakolás? Rendeltünk egy pizzát, mert már nem volt kajánk, úgyhogy most megyünk és megesszük.